Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 16. cseveiért rögzítjük, Solymos Jákos segíti a munkánkat, és Drótos László a mai vendégünk, aki egy ilyen webkönyvtáros elnevezéssel illettem. Ő a digitális filológia és webarchiválási osztály munkatársa, a Magyar Elektronikus Könyvtár egyik alapítója, tehát elég régóta jelen van ebben a webes könyvtári környezetben, és az apropóját az adja a beszélgetésünknek, hogy a alapítási ünnepünkön, ez a tavalyi novemberi rendezvényen Széchenyi Ferenc emlékérmet kapott, amihez gratulálok. Köszönöm. Messziről indul az egész pályafutás, hiszen elején még nem is volt közel, nagyon, közel a könyvtárhoz, bányamérnökként végeztél. Hogy sikerült átjutni a könyvtári vonalra? Hát igen, ez egy kalandos uh, történet volt. Ott kezdeném inkább, hogy még a középiskolában én egy ilyen speciális matematika tagozatra jártam, ahol uh, ilyen emelt szintű matematika oktatás volt, és aztán az hamar kiderült, hogy nálam sokkal okosabb gyerekek vannak ott. Viszont a számítástechnika az nekem jobban ment. Persze akkor még ilyen lyukszalagokat lyukaszgattunk, és nem nagyon látunk élő számítógépet. Picit mondja hogy a lyukszalagról valamit, hogy egyáltalán hogy volt ez az egész kezdete a számítógépeknek. Ugye, igen, tehát voltak a lyukkártyák, meg a lyukszalagok, amelyek a programkódot tárolták, ténylegesen úgy, hogy papír szalagokat vagy kártyákat ki kellett lyukasztani egy ilyen géppel, azon voltak rajta az utasítások, azokat utána egy ilyen operátor bevitte a gépterembe, befűzte, vagy berakta a kártya olvasóba és akkor azt ott végpörgette, és elindította a szoftvert, amiről aztán gyorsan kiderült, hogy hibás, nem működik, akkor lehetett keresgélni a hibát, újra az egészet, és kezdődött előről. Tehát egy ilyen nagyon hosszadalmas, többnapos folyamat volt, hogy egy egyszerű programot hibátlanul megírjon az ember, és az aztán le is fusson. És Hát azért akkoriban még a számítástechnika az, az nagyon nehezen hozzáférhető dolog volt, tehát tényleg csak ennyi élményem volt a géppel, hogy lyukszalagokat csináltunk. Úgyhogy akkor még úgy nem nagyon látszott, hogy van ebben fantázia, azért aztán a másik hobbimmal jelentkeztem az egyetemre, az a föltörténet, meg ásványtan volt, mert nagyon érdekelt ez a terület is így lettem tulajdonképpen geológus mérnök a Miskolci Egyetemen, de hát ott is az történt, hogy sokkal elhivatottabb osztálytársaim voltak, akik jobban érdeklődtek ezek a dolgok iránt, mint én, és ott is úgy tudtam valamilyen szinten kitűnni a többiek közül, hogy, hogy inkább a számítógépes résszel kezdtem foglalkozni. Akkor már volt otthon Commodore 64, ott már ugye Igen, 80-as évek közepén. Á, igen, ugye kb. 80-as évek első felében vagyunk, így van. Úgyhogy megtanultam valamennyire így magamtól programozni, és aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, és ide kerültem a Budapestre, a Magyar Árami Földtani Intézetbe geológusként, akkor egy-két egy évig voltam csak ilyen szabályos geológus, aki megy a terepen és kalapál, Mit kalapál? Hát ugye köveket kalapáltunk, térképeztünk a Rudabányai hegységben, ami azt jelentette, hogy ahol láttunk valamilyen érdekes kőzetet az út mentén, vagy valahol mi sziklafalon, akkor oda mentünk, vettünk belőle mintát, azt aztán bevittük a laborba, és megvizsgáltuk, és az alapján csináltunk föltani térképet, hogy hol milyen kőzetek vannak. De ez a része, ez annyira nem volt szimpatikus nekem, ugye én inkább dinókat szerettem volna bányászni, meg ilyenek. <laughs> és nem találtál. Meg és hát az ott annyira nem volt. Viszont számítógép már volt a földtani Intézetben, akkor az első ilyen PC-k, ezek az IBM-es személy számítógépek akkor kerültek Magyarországra, és miután egy kicsit értettem hozzá, azért végül is aztán az utolsó 5-6 évben már inkább azzal foglalkoztam, hogy bentültem egy irodában, és mindenféle ilyen ásvány vagyon nyilvántartó adatbázisokat fejleszgettem, és tulajdonképpen innen kerültem el az internet irányába, és onnan a könyvtárba, mert volt egy eset, amikor az, ottani főnökömmel a Földtani Intézetben elmentünk valamilyen munkaügyben az alumíniumipari kutatóintézetbe, és amíg a főnököm tárgyalt, addig én ott körülnéztem, és láttam egy fiatal embert, aki egy számítógép előtt ült, és mikor megkérdeztem tőle, hogy mit csinál, akkor kiderült, hogy amerikai szabadalmi adatbázisokban keresgél éppen, telefonvonalon keresztül valami alumíniumipari szabadalmakat, és ez nekem annyira menőnek tűnt, hogy ő ott ül Budapesten egy gép előtt, és közben amerikai eh, számítógépeket használ, hogy amikor egy-két év múlva meghallottam, hogy a Miskolci Egyetemen van ilyen lehetőség, hogy ott is előfizetnek külföldi adatbázisokra, és telefonvonalon keresztül lehet használni ezeket, és éppen keresnek ott az egyetemi könyvtárba egy munkatársat, aki helyettesíti az akkori kolléganőt, a Burmeister Helyzsit, aki éppen gyesre ment, akkor azonnal jelentkeztem, és szerencsére föl is vettek, úgyhogy tulajdonképpen én úgy lettem könyvtáros, hogy igazából a hálózatok érdekeltek, a számítógépes hálózatok, meg az adatbázisok, és miután az egyetemeken volt először ilyen, meg az egyetemi könyvtárak fizettek elő ilyen adatbázisokra, ezért kerültem a könyvtári világba. Mondtad, hogy már ott is adatbázisokat készítettél a Földtani Intézetbe, Igen. ez hogy képzeljük el, hogy akkor letettel ott is valamik az alapját, és azóta erre épül valami a... Hát egy kicsit nagyképű lenne, hogy én tettem le az alapokat, de tényleg én voltam ott az első ember, aki elkezdett ilyen fejlesztéseket, akkor még volt egy ilyen DBZnek nek nevezett programozási nyelv, amivel lehetett adatbázisokat készíteni, és akkor voltak persze már a 60-70-es években is ilyen nagy számítógépek, amiken csináltak már ilyen nyilvántartásokat, de akkor volt az arra a lehetőség, hogy tényleg ott az intézeten belül egy asztali gépen tudtunk mindenféle nyilvántartásokat nyomtatni arról, hogy mennyi Magyarországnak a szénvagyona, meg a vasérc, meg ilyenek, erre az kellettek ezek. Adatbázist, azt, tegyük már helyre, hogy mindenki mondja, hogy adatbázis így, adatbázis úgy, mi ennek a lényege, hogy Különböző információkat szeretünk egy táblázatba, de mennyivel több ez annál? Ja, a klasszikus adatbázisok azok tényleg ilyen táblázathoz hasonlítanak. Rekordokban állnak, amit úgy kell elképzelni, mint egy táblázatnak egy sora, és akkor ebben a táblázat sorban vannak az adatok, ugye Az maguk a táblázat oszlopok pedig jelentenek valamit. Tehát, ha maradunk ennél a példánál, akkor az első oszlop az mondjuk a bányának a neve, a második oszlop az, hogy mennyit tonnát bányáztak az elmúlt évben, a harmadik oszlop meg valami minőségi adat, hogy milyen minőségű nyersanyagot bányáztak, és akkor ezek vannak a számítógépen eltárolva, ezek a sorok, oszlopok, táblázatok, és utána ezekben lehet keresni, lehet őket rendezni, lehet különböző kimutatásokat gyártani belőlük. Úgyhogy a klasszikus adatbázis az így néz ki. Persze ma már vannak más elven működő, sokkal Mm -hmm. inkább az emberi um, memóriára hasonlító um, felépítési adatbázisok is. Az adjuk a végére, mert a hálózatokat tegyük tisztában, mm -hmm. már ugye egyetemen a, a Misköz Egyetem könyvtárában már a hálózatokat egyre jobb, inkább hozzáférhető nem biztos, hogy jó analógia, de Debrecen Egyetemre jártam, és akkor bejött a tanár segéd a, a nem tudom melyik órára, valami értelmiségi módóra, és akkor mondta nekünk, hogy üljetek le, e-mail, mm -hmm. és akkor küldtem egy e-mailt Amerikába, és egy óra múlva válaszoltak. Ez hihetetlen, hogy ilyenek vannak a világban. Ez is ugye hálózat valamelyen szinten. Így van. Hát engem is ez ragadott meg. Tulajdonképpen egy, egy új világegyetem született a 80-as évek végén, 90-as évek első felében. Akkor született meg az a digitális világ, amiben most már mindenki napi szinten benne van. És én ott lehettem ennek az új világegyetemnek a születésénél. Persze maga az internet, vagy egyáltalán ezek a nagy számítógép és hálózatok már 60-as években kezdtek kiépülni Amerikában, mm. de a hétköznapi emberek számára sokáig ezek nem voltak elérhetők, ilyen katonai, meg tudományos célra használták őket. Úgyhogy amikor én 90-ben oda kerültem a Miskolci Egyetemi Könyvtárba, akkor még nem internet volt, hanem még telefonvonalas kapcsolat volt ami nagyon sok pénzbe került, úgyhogy nagyon észnék kellett lenni, hogy milyen parancsokat írtam be, mert ha rosszul adtam meg valamit, akkor ugye egy csomó telefonköltséget ki kellett fizetni fölöslegesen. És utána nem sokkal megindult az x 25 nevezett hálózat Magyarországon, ami még mindig nem internet volt, hanem egy másik technológia, de azzal már el lehetett érni egyrészt az országon belül különböző intézményeket, kutatóintézeteket, egyetemeket, másrészt külföldi rendszerekhez is hozzá lehetett kapcsolódni, többek között Nagy-Britániában volt egy olyan számítógép, amelyik be volt kötve az x hálózatba is, meg az internetbe is, így aztán én a saját hálózatomról át tudtam menni, át tudtam vinni adatokat az internetre, és onnan le tudtam tölteni dolgokat. Persze akkor még úgy nézett ki, mondjuk, hogyha az ember le akar tölteni mondjuk egy ilyen digitális könyvet, akkor e-mailben elküldte a parancsokat, és akkor jó esetben másnapra megérkezett a fájl, tehát nem, nem egy ilyen azonnali kapcsolatra kell gondolni. Említettel a felhasználókat, Ekkor már egy ilyen online híradót is készítettél. Ez, ez hogyan nézik? Az, az tulajdonképpen akár a blognak is, vagy a naplónak is elődjeleként említhetjük. Ez hogy volt olvasottságot? Hogy, hogy indult az egész online híradót, amit te szerkesztettél? Ugye még mindig a 90-es években vagyunk, a Miskolc Egyetemen. Igen, ezt, szerintem ezen 92 és 98 között csináltam én ezt az online híradónak nevezett ilyen egy lapnak a két oldalára elférő kis újságot. Online lap? Hát tulajdonképpen az volt, bár nyomtatva is terjesztettem, kinyomtattam, vagy 50 példányt ott egy ilyen kis Matrix nyomtatón a könyvtárban, és elvittem minden tanszékre az egyetemen belül, de rajta volt az akkori hálózaton is, először az x aztán az interneten is, mert hogy annyira izgalmasnak találtam ezt az új kibontakozó univerzumot, hogy azt gondoltam, hogy erről mindenkinek tudni kell, és minden információ, amit így összeszedtem minden onnan hogy milyen szolgáltatások vannak, melyiket hogy kell használni, melyik adatbázis, milyen információkat tartalmaz. Ezeket mind beleírtam ebbe a kis újságba. Egyébként elérhető még most is az elektronikus periódika archívumban, itt van az OSK-nak a gyűjteményében. Oda is eljutunk hamarosan. Úgyhogy így terjesztettem papíron is, meg interneten is, mert... Ugye magyar nyelven gyakorlatilag semmi nem volt erről az egész uh -huh. kibontakozó virtuális világról. Úgyhogy ez volt az egyik dolog, amit elkezdtem csinálni, meg elkezdtem fordítani külföldi útmutatókat, könyveket az internetről, aztán később írtam én is ilyeneket, uh -huh. meg tanfolyamokat kezdtünk tartani. És hát ugye a Miskolci Egyetem könyvtárában elindult a... Könyvtári e, hálózat is, mint olyan. E, ugye a katalógus cédulákban megtalálták a, a könyveket a olvasók, viszont visszautalnék megint én is a 90-es évekről, a Kosut Egyetemre, mert nem debreceni Egyetem volt még akkor, hanem Kosut Egyetem. Volt két gép a, a könyvtár előtt, és, és megnyílt nekünk is a világ, hogy nem kell tornia a katalógusokat. Ez hogyan indult ez az egész munka? Tehát, Olvastál különböző szakcikkeket, azt, azt próbáltad adoptálni, irányította, szervezte, hogy, hogy hogyan indult. Teljesen rádengedték, rád hogy csináld, Laci. Hát nekem hivatalosan az volt a feladatom, hogyha bejött a könyvtárba egy egyetemi oktató, vagy egy kutató, aki a környéken levő különböző cégeknél dolgozott, és szüksége volt valamilyen tudományos, információra vagy publikációra akkor nekem kellett azt megkeresnem a hálózaton vagy CD-n ugye akkor még az adatbázisok egy részét CD-n terjesztették, úgyhogy ilyeneket is gyűjtött a könyvtár például jogi adatbázisokat is tehát hivatalosan nekem azóta feladatom, hogy ezeket a felhasználókat, akik valamilyen tudományos vagy egyéb fontos információt szeretnének, azokat segítettem abban, hogy hozzáférjenek ezekhez illetve működtettem a könyvtáron belül a CD hálózatot, hogy a egyetemi hallgatók is hozzáférjenek különböző CD-romokhoz, meg úgy ilyen rendszergazda is voltam, ott felügyeltem az olvasói gépeket, meg a könyvtáros gépeket. Ez a hálózatos ügyek, amikről beszéltem, ezek mind ilyen hobbik voltak, ez úgy mellékesen csinálgattam, és igazából akkor kezdett el komolyá válni ez, hogy, hogy van ennek értelme, hogy ezeket a Ismereteket terjesszük Magyarországon magyar nyelven. Amikor 1991-ben Miskolcon volt egy konferencia, aminek valami olyan neve volt, hogy számítógépes hálózatok az egyetemi könyvtárakban, és ott voltak előadások, többek között az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetői tartottak előadásokat, akik Magyarországon kiépítették először az x utána pedig a 93 környékén a, az internetet. És ott volt a Kukas Karcsi, aki most a Szegedi Egyetemi Könyvtárban informatikai igazgatóhelyettes. És volt egy olyan mondása a konferencia után, hogy mi lenne, hogyha a magyar könyvtárosok megszállnák az IEF-et. És ez egy olyan mémé mély, mély vált így köztünk, mint, mint most az a mondás, hogy vágási felé beszáll az internetbe. Tehát ugye az, azt akarta a Karcsi mondani ezzel, hogy a szép dolog, hogy kiépül Magyarországon az a hálózat, és elkezdik használni majd a kutatók meg az oktatók, mm -hmm. de hogy itt a könyvtáraknak is lenne egy csomó feladata. Mert ami eddig a könyvtárakban ilyen informatikai fejlesztés volt, az tényleg az volt, amit mondtál, hogy a könyvtári katalógusokat bevitték a számítógébe, hogy lehessen keresni. De hogy ezen túlmutatóan lehetne még dolgokat csinálni, azt kellett kitalálnunk, hogy, hogy hogyan lehetne ezt az infrastruktúrát, ami képült Magyarországon, minél több célra használni a könyvtárakban. És akkor innen jöttek azok az ötletek, hogy csináljunk például elektronikus könyvtárat. És akkor itt már beszéltem Moldován István is a, a dologból, ez 94-et írjuk. Igen. Itt fölírtam magamnak egy olyat, hogy amit nyilván nem fog megtalálni egyből, de gofer server. Bizony, bizony. <laughs> az micsoda? Ugye gofer szó magyarul az valamilyen rákcsálót jelent, a ilyen hörcsökféle kis emlős, és ez volt a World Wide Webnek az elődje. Tehát az a hypertext rendszer, amit ma leginkább használunk az interneten, és sok ember számára ez jelenti az internetet, hogy böngészünk, és weboldalakat töltünk le, meg nézegetünk. Az még akkor nem létezett, hanem helyette volt a GoFair, ami egy sokkal egyszerűbb szöveges felület volt. Képeket is fel lehetett rakni, de nem volt egy ilyen integrált multimédia rendszer, hanem alapvetően szöveges menüket lehetett látni. Tehát például a Magyar Elektronikus Könyvtárnak az első ilyen szolgáltatása az úgy nézett ki, hogy megjelent egy menü a képernyőn, ahol az volt, hogy porta, olvasóterem, irattár, ilyen menüpontok voltak, és ha a felhasználó kiválasztotta mondjuk az olvasóterem menüpontot, akkor ott megjelentek ilyen témák, hogy műszaki tudományok, társadalomtudományok, szépirodalom. Megint le kellett menni a kurzorral a szépirodalomig, azon belül megjelent, hogy magyar szépirodalom, klasszikus, kortás, külföldi, többi és a végén ilyen a menükön keresztül el lehetett jutni mondjuk Móra Ferenc valamelyik regényéhez. Tehát a Gofer az így nézett ki, de csak egy pár évet élt, mert utána megjelent ez a World Wide Web, ami hát sokkal látványosabb, meg felhasználó barátta megoldás volt, úgyhogy. Ekkor, akkor... ekkor is még ez a betárcsátós internetek voltak, még elég lassú volt az egész Igen, a rendszerhálózat, viszonylag kevés ember is volt, aztán ugye jött exponenciálisan itt a a felhasználók számának a növekedése is, akkor nyilván ez az új rendszer is segítette, hogy még jobban elterjedjen. Igen, hát itt egy ilyen visszacsatolás volt tulajdonképpen, hogy addig, amíg nem volt a hétköznapi emberek számára érdekes magyar, főleg magyar nyelvű tartalom az interneten, addig miért akart volna bárki ilyet magának, vagy legalábbis az átlagembernek ez nem volt érdekes. Úgyhogy nekünk az is a célunk volt, hogy hogy olyan szolgáltatást fejleszünk, amelyek a hétköznapi emberek számára is érdekesek, és ez az ötlet, hogy akkor csináljunk elektronikus könyvtárat, ez azért is jó volt, mert segítette Magyarországon az internet elterjedését. Mert nem csak ilyen tudományos publikációkat, meg adatbázisokat lehetett már használni, hanem valakinek éppen szüksége volt a János Vitéz szövegére, mert másnap Abból írta a házi feladatot, vagy a dolgozatot. Na akkor azt a könyvtár nem tudott elmenni? És már nem volt a könyvtár, mm. meg nem mm. volt otthon nyomtatott példány, akkor mm. ott megtalálta. És ugye ez különösen fontos volt azoknak a magyaroknak, akik még nem is Magyarországon élnek, hanem mm. akár a környező országokban, akár tengeren túl, nekik szinte ez volt az egyetlen lehetőség, hogy magyar irodalomhoz hozzájussanak. Emlékszem, hogy egy nagy hype volt, mert még a Indexelő hogy az internettól volt, De külön jaj. doboz volt a, a ezen a netes újságon, és mindenki tényleg nézegette, hogy hogy lesznek, mint lesznek a frissítések. Különböző hírlevelek már akkor elindultak e-mailben, és akkor küldték, hogy fölkerült hmm. ez az amad És hát ez egész eltűnt is ez a. hogy mindenki szerepet vállalt benne. Tehát egy ilyen közösségi mozgalomként kezdődött el ezt annak idején mennyire szerveztétek, ezt mennyire volt főnöke ennek, Aha. mennyire volt ez, ez egy ilyen irányított, szervezett dolog. Igen, az volt benne a legszebb, hogy egy ilyen alulról induló, tényleg egy ilyen közösségi munka volt. Az előbb említettük ugye már Kukaskarcsit, meg a Moldaván Pistát, akikkel hát mondjuk mi alapítottuk ezt az egész elektronikus könyvtárat, és az úgy nézett ki, hogy elosztottuk egymás között a témaköröket, tehát a a Károly az foglalkozott az ilyen bölcsész tudományos dolgokkal, a Pista, a Moldi az inkább olyan közgazdász beállítottságú ember volt, ő a társadalomtudományokkal, én meg a műszaki, meg a természettudományokkal, meg a szépirodalommal. És akkor gyűjtögettük egyrészt a hálózatról, amit találtunk magyar nyelven, meg az első időszakban még mi magunk is digitalizálgattunk, hogy begépeltünk dolgokat. És kezdtük így kialakítani a, a, ezt a menüstruktúrát, amiről az előbb beszéltem. De már az elején úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen mozgalom kellene, hogy kinője magát. És tulajdonképpen a évtizedek alatt azzá is vált, mert egy sok ember beledolgozott lefejlesztett különböző funkciókat például de ami a legszélesebb kör az az, hogy nagyon sok emberrel kerültünk kapcsolatba, akik aztán beküldték a műveiket, akár szerzők, kiadók, fordítók, különböző szervezetekkel kerültünk kapcsolatba, akik a publikációikat már a megbe eleve beküldték. Tehát itt tényleg, ha a szűkebb körről beszélünk, akkor biztos, hogy legalább száz ember volt, aki érdemben valamit csinálta megben az elmúlt időszakban, ha a tágabb körbe nézzük, akkor több ezer ember ö, valamilyen módon hozzájárult a gyűjtemény fejlesztéséhez. Ha meg az olvasókört nézzük, akkor az biztos, hogy több százezer embert jelentett, vagy jelent összességében, akik használják a megket akár napi szinten, akár alkalomilag. Igen, és voltak, akik be is küldték a saját műveiket, azokat is meg lehetett találni, voltak, nekik az, az egyetlen ilyen publikációs lehetősége volt, hogy megjelenjen egy bármilyen írása. Ez azért egy eléggé sajátos gyűjtemény volt. Nem nagyon um, láttam én külföldön erre hasonló példát, mert volt a Gutenberg Project, már ami akkor is létezett, ez egy amerikai egyetemi professzor által indított digitális könyvtári gyűjtemény de ott igazából csak arra koncentráltak, hogy begépelték, vagy aztán később szkennelték és felismertették a klasszikus szép ilodalmat. Aztán voltak nagy digitalizáló projektek, amelyek mondjuk könyvtárakhoz kötöttek, akik a saját gyűjteményüket beszkennelgették, ugye ilyenből most is nagyon sok van. Az Google is beszállt egy időbe. A ja, Google is, a Google Books-ban több millió könyvet beszkenneltek, de az, hogy bárki beküldhet nagyjából bármit. Hát azért az szűrés volt, de itt tényleg ez egy olyan nyitott gyűjtemény, ahova nagyon sok ember anyaga be tudott kerülni. Próbáltuk ezt nagyon demokratikusan csinálni, hogy alacsony legyen a belépési küszöb. Úgyhogy most is van rengeteg olyan mű, ami sehol máshol nem jelent meg, csak a megben van. Igen, és hát a két évek tízes évek már inkább arról beszélünk, amikor ugye a Széchenyi könyvtárba került maga az a elektronikus könyvtár. Itt már ugye rengeteg szerverre volt szükség, amit nyilván pénzbe kerülnek, az egész finanszírozása, egy ilyen szervezeti keretek közé került az elektronikus könyvtár. Ez egy tervezett út volt, vagy egy, egy, egy lehetőség volt, amit ki kellett használnia, hogy látod annak idején ez a. Ez Nagyon szerencsésen de. alakult, úgyhogy ha így visszanézek, akkor nem is értem, hogy, hogy hogy voltunk ennyire szerencsések, mert nagyon sok ilyen alulról induló mozgalom van az interneten, amik aztán befulladnak, mert egy idő után már nem tudnak tovább növekedni, elfogy az erőforrás. Nálunk az történt, hogy 99-ben elkezdtünk egy egyesületet szervezni, hogy mégis legyen valami szervezeti háttér emögött a. a, 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 a mozgalom mögött, de már korábban is az, ez az előbb emlegetett információs infrastruktúra fejlesztési program, az IF, az biztosította a szervert, tehát ott volt maga a gyűjtemény. Utána megcsináltuk az Egyesületet, és gyakorlatilag mi az Egyesület megalakult, addigra jött a felkérés itt a Monok Istvántól, az OSK akkor igazgatójától, hogy ő ezt a projektet beemelni a Nemzeti Könyvtárba. Na hát ez volt egy nagyon nagy előrelépés hogy lett egy valódi gazdája ennek az egésznek, és onnantól el tudtunk indulni sok irányba. Az egyik, amit mondtál, hogy különböző szerveleket hoztunk létre részben az Egyesület támogatásával is, részben az, az akkor már NIF-nek nevezett IF program támogatásával, amelyekre lemásoltuk a gyűjteményt, és a környező országokban elhelyeztük, mert akkor még annyira lassú volt a hálózat, hogy nem volt teljesen mindegy, hogy, hogy valaki Magyarországról tölt le valamit, vagy a saját országán belül. Úgyhogy voltak a Vajdaságban, Erdélyben, Ukrajnában, Szlovákiában voltak másolatai a, a meknek, és elkezdtünk más, gyűjt, más dokumentum típusokkal is foglalkozni, tehát már nem csak könyveket gyűjtöttünk, hanem Először periódikákat, vagyis újságokat, hírleveleket, folyiratokat, ebből lett az EPA, az Elektronikus Periodik Archívum 2004-ben, utána meg 2007-ben az a Digitális Képarchívum, amiben a képi dokumentumok vannak. És ugyanolyan elvek mentén működik mindkettő, vagyis digitalizált anyag is bekerül, meg az internetről gyűjtött anyag is, és fel is lehet ajánlani bármilyen dokumentumot, bármilyen gyűjteménynek, amit aztán némi minőségelőzés után a, kollégák be is vesznek a gyűjteménybe, leírják, ugye. Itt nagyon fontos része volt az egész munkának, hogy metaadatokat is csinálunk minden dokumentumról, mégpedig elég részleteseket, ebben is különbözőek vagyunk sok más digitális gyűjteményhez képest. Metaadat arra van szükség, hogy kereshetővé váljon. Így van, mind a három gyűjteményben van egy adatstruktúra, és van mögötte adatbázis, ha már ugye az adatbázisokból indultunk ki, és egy-egy rekord, tehát egy-egy ilyen táblázat sor, amiben egy dokumentumnak az adatai vannak, az több mint száz oszlopból áll. Tehát több mint százféle jellemzőjét tudjuk leírni ezeknek a digitális dokumentumoknak, ami nagyban segíti azt, hogy ezek megtalálhatók legyenek, mindenféle szempont szerint lehet keresni, illetve ezek az internetes keresők, mint a Google is nagyon könnyen megtalálják ezeket, és a találatistákba előre rakják ezeket a anyagokat. Érdemes kipróbálni, mert én is a pár képemet elküldtem a, a digitális képarkhizónak, hogy megtalálható pár kattintásom. Most a, a digitalizáló osztály itt a könyvtár eléggé bepörgette a... a különböző, ö, már ugye ezek a lejárt jogú művek, ezek a közkincsek, amiket Igen. meghal egy szerző, és 70 plusz egy évvel telik, de most került ki Szépernő vagy Nyírő József Igen. Ö, különböző kiadványai. Ö, ez mit jelent most ilyen a, a, ez jelenthet egy szintlépést újra a megbe? Mindenképpen éppen ezekben a napokban újult meg a megnek a szolgáltató felülete. Igen, most már februárban vagyunk, tehát kicsit korábban készült a felvétel, tehát Igen, most már tesztelik jaj. rendesen a felhasználók. Így van, hát még sok minden nem működik úgy, ahogy régen, de folyamatosan fejlesztik itt az informatikus kollégák. Tehát ö, egyrészt van egy új kereső ö, szolgáltató felület, és a gyűjtemény gyarapítása is jelentősen fog változni. Az egyik legfontosabb része az, hogy amit tényleg itt a digitalizálók készítenek PDF fájlokat, és már nem jogvédettek, azok lehetőleg minél automatikusabban, minél kevesebb élő munkával megjelenjenek a megnek a felületén. Tehát ez egy jelentős növekedést fog eredményezni itt ezeknél a klasszikus szerzőknél. Aha. A web archiválásra mi volt az a pillanat, hogy, hogy nem csináltad az online híradódat, hmm. de nyilván olvastad, hogy itt, itt nagyon erősen elkezdték lementeni az internetet vagy az a WebArchive oldal. Ez mikor indult meg nálad, hogy ezzel is kellene foglalkozni, mert ez az osztály ez, az azt hiszem tavaly előtt 21-ben talán alakult meg a Széchenyi Könyvtárban. Itt miről van szó tulajdonképpen a web archiválás, az mit jelent? Ugye beszéltem arról, hogy nekem ez mennyire nagy élmény volt, hogy ott lettem ennek a virtuális világnak a kialakulásánál. És ebben a virtuális világban az egyik legszomorúbb dolog az, hogy egy csomó remek dolog, ami megjelenik a hálózaton, az el is tűnik. És azzal, hogy megpróbáljuk ezeket megőrizni az előbb említett három szolgáltatás keretében, azzal tényleg csak töredékét tudtuk begyűjteni. Ugye, ami ilyen könyv, vagy, vagy periódika, vagy képi dokumentum, abból válogattunk, és azokat próbáljuk őrizgetni, de hát ez töredéke a teljes tartalomnak, ami van az interneten. Ezért aztán már 2006-ban én javasoltam az akkori Network Shop konferencián, hogy kellene egy magyar internet csinálni. Ennek is lett egy hárombetűs rövidítése, hogy MIA, ugye ez a magyar internet Archívó, hogy akkor legyen a MEC, az EPA, a DK, meg a MIA. És ezzel mm -hmm. tulajdonképpen lefedjük nagyjából az összes műfajt, mert hogy ez a magyar internet archívum az elsősorban weboldalakat archiválna és őrizne meg az utókornak. Hát akkor még nem voltak meg a feltételek, próbáltunk rá pénzt meg technikát mögé rakni, de nem jött össze a dolog. Valóban, ahogy mondtad, Amerikában már 1996-ban elindult ez a fajta webarchiválás az internet archive nevezett szolgáltatás keretében, ami mind a mai napig, most már sok milliárd weboldalnak a mentését tartalmazza, többek között magyar anyagot is. És e, igazából 2017-ben, e, amikor itt az OSK-nak megújult az informatikai rendszere, akkor volt arra a lehetőség, hogy na akkor, most már bele tudunk ebbe vágni. Ténylegesen. van már annyi tárhely, meg vannak olyan szerveleink, amelyekkel ezt lehet csinálni. Úgyhogy én már szép lassan ki is szorultam, vagy ki is jöttem a Magyar könyvtárnak a napi munkájából, már nem vagyok benne most már ebben a feladatban, hanem elkezdtem a webarchiválással foglalkozni, és hát van egy ilyen néhány főből álló kis csoport, most már ugye a digitális bölcsészeti központ keretén belül, ahol is többfajta gyűjteményt gondozunk. Az egyik az úgynevezett tematikus gyűjtemény, ahol különböző témakörök szerint válogatjuk a magyar honlapokat, blogokat, esetleg közösségi média oldalakat. Itt ilyesmire kell gondolni, hogy van most 20-20féle gyűjteményünk: egészségügy, történelem, természettudomány, turizmus, sport, vallás, stb. És ezeket gyűjtjük, mindegyikben van több ezer cím, és ezeket azután egy szoftverrel negyedéves gyakorisággal lementjük, amennyire lehet. Ezek ilyen robotok, ugye? Ezek robotok ugyanolyanok, mint a Google-nek a robotja, hogy a Google is ugye azt csinálja, hogy futtat egy, egy szoftvert, persze nagyon sok példány van, amelyik követi a linkeket, a hivatkozásokat a weboldalakon, és milliárd számra begyűjti ezeket, majd egy keresőgépet csinál belőle, Hát mi nem keresőgépet csinálunk, hanem mi eltesszük ezeket az oldalakat úgy, ahogy van, és utána ezeket lehet nézegetni. Ez az egyik fajta gyűjtés, a másik az eseményekhez kötődik, amikor van valami fontos dolog a világban, például volt az a Covid járvány, vagy most ez az ukrajnai háború, akkor összegyűjtjük azokat a hírforrásokat, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, és azokat is mentjük, ezeket sűrűbben mondjuk hetente próbáljuk menteni, és építünk ilyen speciális gyűjteményeket, és van egy webtér aratásnak nevezett gyűjtemény, az most éppen az fut, már vagy két hete, amikor is megpróbálunk mindent lementeni valamilyen szinten, amit egyáltalán ismerünk a magyar interneten. Tehát ilyenkor azért eléggé szabadjára engedjük a robotot, tehát most például körülbelül 500 ezer címet adtunk meg neki kiindulásnak, és ez csak a kb. az egyharmada a teljes, gyűjtem, a teljes nyilvántartásnak, tehát három lépésben kb. fél millió címet megadva próbáljuk begyűjteni mindazt, amit lehet a magyar internetről, de ezt azért úgy kell elképzelni, hogy csak a kezdőlapokat mentjük, meg a kezdőlapokról az aloldalakra mutató hivatkozásokat követi a robot, mert annyi tárhelyünk azért nincsen, hogy a teljes magyar internetet begyűjtjük. De mennyi is... kellene hozzá? Hát De mennyi sícs. van most? most? Most van egy olyan 105, nem, 300 terabájtunk van, most kb. 300 terabájt, és hát egy olyan 100 terabájt, ami Eddig összegyűjt. Uh -huh. Tehát takarékoskodni kell azért a helyen, nem tölthetünk le mindent. Uh -huh. Valószínűleg, ha mindent le akarnánk tölteni, akkor sok petabájt nagyságrendről beszélnénk. Úgyhogy ez még mindig nem a teljes archívum, és hát persze a fő probléma az, hogy nem csak, hogy nem tudunk mindent menteni, hanem amit lementünk, az sem hibátlan. Tehát uh -huh. nagyon sok esetben olyan technikai megoldásokat használnak a weboldalakon, amiket nem tud a robot lekezelni, és aztán vagy lesementi, vagy lementi, ugyan, de nem lehet rendesen megnézni. Csak ebben itt lehet fejlődni, hogy bizonyos problémákkal találkoztuk, akkor megtanítani esetleg a robotot arra, hogy Igen. most figyelj erre komán. Mindig vannak új megoldások, most amit uh -huh. uh, éppen csinálnunk kell majd a következő hónapokban az az lesz, hogy van egy új eszköz, egy újfajta robot, amelyik uh, jobban utánozza az emberi viselkedést, tehát uh -huh. elindít egy krómböngészőt, abba tölti be az oldalakat, végig görgeti. Ha talál egy videót, akkor arra rákattint és elindítja. Uh -huh. Ha talál egy lapozó gombokat, akkor azt uh -huh. véglapozza, tehát sokkal jobban utánozza egy ember viselkedését. Uh -huh. Ez persze jóval lassabb, mint a, a Buta uh -huh. robot, amit most használunk, viszont jobb minőségben archivál. Úgyhogy ilyet fogunk majd beüzemelni mi is. Akkor... Ez a lassúság mit jelent itt a több archiválásnál? Mondjuk hogy én olvastam ezt, hogy, hogy másfél millió címet is Igen. Uh, uh, robotizáltok, vagy uh, mentetek. Uh, elindul egy ilyen mentés, és akkor egy hét múlva azt mondja, hogy kész van. Hát ami most fut, az most tíz napig fut, mm -hmm. uh, ahogy mondtam, félmillió cimmel indult el, és uh, egy olyan két terabyte körül lesz a tíz nap alatt, amit begyűjt. Úgyhogy ilyen ilyesmiben vannak. Milyen jövőben miket látok? A mesterséges intelligencia fogja ezt segíteni, vagy akár mondtad, hogy leutánozza az emberi tevékenységet? Leután az, amikor robot a Igen. robot tevékenység, itt a robot. Igen, egyrészt az archiválást kell jobb minőségűvé tenni, tehát, ahogy mondtam, vannak új technikák, amik jobban hasonlítanak az emberi viselkedésre, és ezzel elvileg jobban lehet majd menteni ezeket az oldalakat, de a másik dolog, hogy mit kezdünk ezzel a sok terabájtnyi adattal? A szolgáltatás. A szolgáltatás, és itt vannak nagy lehetőségek, meg nagy feladatok, mert ez egy, egy ilyen webarchívum nem igazán arra jó, mint mondjuk egy elektronikus könyvtár, hogy valaki oda megy és letöltött egy dokumentumot. El is lehet használni, de ennél sokkal értékesebb anyag ez. Olyan tudományos kutatásoknak az alapját tudja jelenteni egy ilyen hatalmas gyűjtemény, ami már a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, a gépi tanuláshoz szükséges. Ugye ezek a chat GPT és társai, amivel most tele vannak a hírek, ezek mind úgy készültek, hogy az internetről begyűjtött töménytelen képet, hangot, szöveget táplálták be ezekbe a rendszerekbe, ezeken tanították őket, és hát persze az amerikai cégek, ezek főleg angol nyelvű anyagokkal tanítják ezeket a rendszereket, ahhoz, hogy Magyarországon legyenek magyarul uh, tudó uh, mesterséges intelligencia rendszerek, ahhoz magyar anyaggal kell ezeket megtanítani, és uh -huh. például ez egy gyűjtemény, ez kiválóan alkalmas erre. Itt szeretném elmondani, hogy például van külön egy podcast külön gyűjteményünk, uh -huh. amiben most már sok tízezer uh, podcast adás van, többek között itt az OSK podcastnak a hanganyaga is benne van, és az egyik ilyen feladat, hogy hogy lehet majd ezeket a hangfelvételeket szövegi alakítani, kereshetővé tenni, és ezzel például a gépi uh, szöveg hangátalakulást fejleszteni. Erre is vannak különböző ilyen online elérhető uh, alkalmazások is, Igen. hogy hogy felolvassa a, akár a mi beszélgetésünket, és aztán azt is metaldartóan lehet, és akkor el lehet beszélgetni, ha most lenne online híradód, uh -huh. mi az, amit nemrég olvastál, merre megy a technológia, akár a webarhíválásról, akár a digitális rögzítésekről? Van-e valami olyan hír, amit megosztanál velünk itt frissiben? Hát, szinte már követhetetlen sok minden van. Az egyik rossz hír, ami mostában van, hogy az az amerikai internet archive, amelyik Szabadon elérhető, és többek között mi is előfizetünk a szolgáltatására. Itt az osk ban vannak gépek az olvasóteremben, uh -huh. ahonnan lehet keresni az Internet archive a magyar anyagában teljes szöveggel. Uh -huh. Ez egy különleges szolgáltatás. Uh -huh. És, ahogy mondtam, ők már 96 óta archiválnak magyar oldalakat is, tehát uh -huh. egy csomó olyan tartalom van az ő gyűjteményükben, ami nekünk nincs meg. Nos, hát ez az Amerikai Internet Archive, ez most... Eléggé veszélyben van. Hm. Egyrészt ez egy non-profit szervezet, és adományokban tartja fenn magát, ezért uh, egyáltalán nem biztos a hosszú távon megmaradása, de jogi problémák is vannak. Hm. Itt a COVID időszak alatt ők nagyon sok jogvédett tartalmat hozzáférhetővé tettek az interneten. Nem csak weboldalakat archiválnak, hanem ők hm. maguk is építenek digitális könyvtárat, és ott uh, belebonyolódtak egy ilyen perbe a kiadókkal. Hm. Úgyhogy uh, ez a világ legnagyobb digitális archívuma nem biztos, hogy sokáig lesz elérhető Európából például. Lehet, hogy Amerikában elérhető marad, de nem biztos, hogy... Igen, átkozott szerzői jog ez. Igen, lesz. igen, ez, ez. sok mindent csak, <laughs> nem minden tönkre tesz és Ilyen. lelassít a dolgokat. Köszönöm szépen Róthos Lászlónak, hogy, hogy beszélgettünk. Ezt már cseveként fogja menteni mm -hmm. a Robi robot, Igen. mert az is mi egy podcastja, után már csejnek hívjuk. Okay. Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok újra a Széchenyi Ferenc emlékéremhez. Hát köszönöm a lehetőséget, hogy a kedvenc beszélhettem itt is. Köszönöm.